Molnár Géza, a Teremtő Napszámosai, részlet. A részleges tudás az egyik legnagyobb átok, ami valaha is érhetett bennünket. Amikor alapvető összefüggéseket fel nem ismerve merülünk erre a részletekben, és azt hiszük, mindent tudunk, de legalábbis mindent jobban tudunk. Nagyon sokszor elgondolkodtam már a részletekben lakó örtögön. E kifejezés valóban arra utalna, hogy a részletekre kell összpontosítanunk? Ha az ördög a részletekben lakik, és mi a részletekre figyelve haladunk, az ördög felé közelítünk, és a teremtőtől távolodunk. A specializáció lényege, fogalmazza meg Konrád Lorenz, hogy egyre kevesebbről egyre többet tudunk. Ennek az útnak egy vége lehet. Minden tudunk majd a semmiről, és ez a minden tudás jellemzi az örtök világát. Épp azért, mert ez a tudás végső soron üres és használhatatlan. Mert hisz mit is érhet, ha közben az egyre fejlettebb civilizált emberiség még arra sem képes általa, hogy felismerje, a természet elleni harcban végső soron önmagát pusztítja. Amikor a civilizált emberiség az őt körülvevő és éltető természetet vandál módon elpusztítja, ökológiai összeomlással fenyegeti önmagát. Amikor ez gazdaságilag megérzi, valószínűleg felismeri hibáját, de megeshet, hogy akkor már késő lesz, írja Korrád Lorenz. Csak hogy ma már a természeti katasztrófák, az általuk okozott kár, illetve a mélyben ható, vagy inkább visszaható természeti folyamatok Egyre nagyobb kihívás elé állítanak minket. A mezőgazdaságban, de általában a gazdaságban is érezhető annak a változásnak a hatása, amit méltán nevezhetünk ökológiai összeomlásnak. Az ember azonban nem ismerte fel a hibáját. Minden egyes problémát igyekszik lehatárolni, egymástól elkülöníteni és önmagában megválaszolni. Részletenként. A részletekben lakó örtögöt szolgálva. Talán épp a vizek példáján érthetnénk meg a legegyszerűbben, mit is jelent mindez. Hisz olyan nyilvánvaló, hogy Alföldünk víz utánpótlásának felét a folyókon, a tiszán, szamoson, bodrogon, sajon, körösökön, maroson, dunán, dráván érkező árvizeknek köszönhetjük. A medence középső részén magas a napsütéses órák száma, ez egyben azt is jelenti, kevés felhő takarja a napot. A kevés felhő kevés esőt is jelent. Ami az egyik oldalon haszon, a másik oldalon kár volna, ha nem érkeznének ide a folyók árvizei. De ide érkeztek, és pótolták a vegetációs időszak gyakorta 200 mm-nyi csapadékmennyiségét is megközelítő vízhiányát. Ezek az árvizek tették lehetővé, hogy a sok napsütés felperzsett sivataggá váló homokot létrehozó átok helyett áldás lehessen. Az árvizek tették élhetővé a medence középső szárazabb területeit. Mi pedig nagy harcok árán ettől a víztől fosztjuk meg évről évre az alföldet. Amikor azt halljuk, ismét megfékeztük a folyóinkat, gondoljuk a, gondoljunk arra, mennyibe került nekünk mindez, mennyi gondot, költséget és mennyi kárt okozott és okoz a jövőben. A 19. század közepétől keményen megdolgoztunk minden a száért. Minden árvízvédelemre fordított forinttal hozzájárultunk a nagy követő években ránk köszöntő szárassághoz. A hibát láthatnánk, felismerhetnénk, ha részleges tudásunk, győzelmi mámorunk és persze jövőt emésztő napi érdekeink nem akadályoznák tisztánlátásunkat. Pedig mikor lenne nagyobb szükségünk rá, mint éppen most, amikor fordulni látszik körülöttünk a világ, amikor a természet az éghajlat változásán, a szélsőségek növekedésén, a különböző rendkívül érzékeny és ingatag egyensúlyi helyzetek felborításán keresztül Egyre komolyabb kihívások elé állít bennünket, amikor a víz egyértelmű stratégiai cikk. Ha valamikor, most látni kellene, hogy a vizeket, amíg lehet, és ahogyan lehet, itt kellene tartani. De lehet -e egyáltalán? A vízzel az a baj, mondják, hogy nem kell, amikor van, de nagyon nagy szükség volna rá, amikor nincs. Két istent kellene ennek a tájnak, tartja a mondás. Egyik, amelyik árasztja, a másik, amelyik szárasztja. Mindez tényleges vakságunkat igazolja, mert a két Isten itt harcol fejünk fölött a tájért. Az egyik minden tavasszal, néha ősszel és nyáron is diadalmaskodik, és áradást küld. A másik nyaranta, telente, és néha száraz őszökön, sivár tavaszokon szárasztja. Megvannak mindketten, és köszönik, jól érzik magukat. Nekünk, célszerű szegény embereknek pedig csak annyit üzennek. Nem két Istenre van szükség, csupán egyetlen jó gazdára, aki itt tartja a vizet, hogy akkor is legyen, midőn a tavaszi szél mezőt száraszt. Csak hogy mi nem látjuk az árvizek elvezetése és a ránk köszöntő szárasság közötti összefüggést már nem élünk együtt a tájjal. A részleges tudás Lúdvérc fegyvere. Ő fertőzte meg vele inzselléreit, kik féltve őrizték ezeket az urunktól kapott információ morzsákat. Hatalmat reméltek tőle, de csak rabszolgaságot kaptak, és ostobaságot meríthettek belőle. Ez nem zavarta őket. Hogyan is zavarhatta volna, hiszen sáremberek voltak, életre kelt agyakszobrok. A lélek, mely hívta őket, maga is részleges volt csupán, hisz lúdvérc maga megsemmisült volna, ha lényének teljességét adja át a sárembernek. Így megmaradt ugyan, de ő is részlegessé vált. Nagy árat fizetett tehát, melyet a világon akart megvenni. Ha ő részleges, legyen minden az, Viszájt szított az asszony és a férfi, az apa és a fiú, a föld és terményei, az ég és teremtményei között, hogy a teljesség mindenütt részlegessé váljon. De hiába. Az élet a teremtés örök. A fiú apja nyomdokaiba lép, példáját követve építi, alkotja, teremti újjá világát, mert ahogy mennyei atyánk aranyat atyácska nem parancsol, csak irányt mutat, úgy jár elől példájával apa, nagyapa, a fiú, az unoka előtt. Lódvérc és az ő írás tudói csak évezredek alatt ébredtek rá erre. Csak akkor érhetik el céljaikat, ha megtörik, megszakítják a nemzedékek sorát. Ha szembefordítják egymással az apákat és a fiúkat. Ha az ember mellett már nem ott nem áll ott apja, vagy nagyapja, hogy megismertesse a világgal, hogy bemutassa a fákat, a virágokat, a vizeken lakó számtalan lényt, a csigáktól a rákokon át egészen a halakig, hogy figyelmeztessen bennünket a gombák titkaira, hogy tudjuk, melyik ehető, melyiktől csikarodik majd a hasunk, és melyik fejezteti be velünk idejekorán földi pályafutásunkat. Így aztán csak azt ismertük meg, amiben a szószoros értelmében belebotlottunk. A világ jóvá tehetetlenül megváltozott körülöttünk, és bennünk. A tér egyre csak szűkült, miközben tágulni látszott. Gyermekeink Afrikát bámulták a képernyőn, Pestre vágytak a Vidánparkba, majd a Balaton, később az Adria vonzotta őket, vagy Görögország. A lényeg, hogy minél messzebb jussanak, hogy világot lássanak, és közben elveszítették azt a világot, ahol élniük rendeltetett, a szülőföldjüket. Nagyapáink még ismerték és szerették -e ájat. Együtt éltek vele. Unokáink már mit sem fognak tudni róla. A dűlőnevek, melyek eleink számára még oly beszédesek voltak, nekünk már nem mondanak semmit utódaink emlékezni sem fognak rájuk. Pedig a csoda még mindig ott lapul köröttünk. Fűben, fában, erdei vadban, égi madárban és vízi halakban. Ott van a csalitok mélyén, az erdők rejtekében, a tavak tükrén, a folyók habjain. Ott van mindenütt, csak észre kell vennünk. Meg kell értenünk. Az ember és a szülőföldje valamikor egymástól elválaszthatatlan egységet alkotott. Ez az egység már a felbomlott, s a hiánya, ha bevalljuk, hanem nem, mindannyiunknak fáj. Mert eleink tudása, a táj, a természet ismerete nélkül nem válhatunk teljes emberré. Ezt a tudást elsősorban a múlt ismerete és a mítuszok közvetítik számunkra. A felolvasás részlet volt Molnár Géza a Teremtő Napszámosai című könyvéből, amelyet a jövőben szeretnék megjelentetni. A felolvasás Szierto Csilla hangján és részvételével történt.